Négy szombaton keresztül énekelt a Szerencse Szombat stúdiójában a vérbeli rocker Keresztes Ildikó. Túl van jubileumi nagykoncertjén, már nem zsűrizik, sőt más énekesek bőrébe sem bújik bele. Viszont majd kicsattan a rengeteg energiától. Októberben két alkalommal volt teli találat a Joker játékon, összesen több mint 100 millió forint értékben. Ildikó ezt az összeget szívesen átadná a közönségének. Annyira csodálatos az életem ebben a csodálatos jubileumi évemben, hogy én már nem ismerek ilyeneket mondani, úgyhogy nyugodtan ráhagyom a vendégekre, a közönségre, hogy vigyék el azt a nyereményt. A Szerencsészombat havi sztárvendége az egyik éli adásban alig tudott elkezdeni énekelni, ugyanis Harsányi Levente annyira megnevettette. Bocsánat, 3. hó 10, akkor van Ildikó névnapát. Keresztes Ildikó. Egyébként így szoktam aláírni, amikor lusta vagy, hogy kereszt, kötőjel S. Régóta ismerjük egymást, és mindig játsza velem ezt, hogy úgy szokott felkonferálni, hogy utána nem merek fölmenni a színpadon, mert az emberek ami UFO-t várnak. Fantasztikusan jó volt, most már hiányozni fogtok, de azért remélem, hogy hívtok.